Kedves honfitársaim, Orbán Viktor vagyok, a Magyarország diktátora. Miniszterelnök, azt akartam mondani, miniszterelnök. Egy korábbi videóban már bemutattam, hogy hogyan irányítom az országot. Ám a napokban úgy éreztem, hogy frissítésre lenne szükség, mert nagyon sok minden változott az elmúlt időszakban. Hogyha érdekli önöket, hogy milyen egy napom 2022-ben, tartsanak velem, honfitársaim. Hú, de szarok a közutak. Meg kellene csinálni, nem? Na, majd azt mondom, hogy Gyurcsány basztasz itt. Mi a gond, biztos úr? Mi? Hát 170-nel jött itt végig. A cegléttől villagok maga után, mint valami barom. És ha én most azt mondom, hogy leszarom és megyek tovább, akkor hát, mi van? Meg kéne büntetnem magát. De maga meg gondolom nem örülne, ha kirúgnám. Ezzel nem tudok vitatkozni. Hát akkor meg is beszéltük össze, szépen viszontlátásra. Viszlát. Jó munkát kívánok. A faszom ki van? A fasznak állítasz meg, én vagyok a miniszterelnök, baszd meg! Túl sok a rendőr az országban, nem? Jó napot, kibaszott csöves. Elnézést, miniszterelnök úr. Bármit akar mondani a Gyurcsány? Nem, miniszterelnök úr, nem. Mi csak azt akarjuk mondani, hogy köszönjük a rezsicsökkentést. Az mondjuk pont én voltam. Igazán nincs mit, mindent megteszek a családokért, hölgyem. Csak mostanában mit a hatszor annyit fizetnék? Hát már a Gyurcsány megette a gázt. A magyar egészségügy folyamatosan az ellenőrzésem alatt áll. Mondhatni szívügyem. Nem tudok hazudni, bázzak, ezt majd vágjátok ki. Szóval az egészségügyöröknek az élet. Így van, katás vállalkozásban nyomjuk. Szeptembertől hova mennek dolgozni? Hát valószínűleg külföldre. Tehát hazaáruló. Viszlát a gyárban, hölgyem. Sorjázzanak majd szépen. Már csak pisztoly lenne. Tessék? Súlyos létszámhiányjal küzdünk, miniszterelnök úr. Nincsenek orvosaink, nincsenek ápolóink, elmennek szép sorban. Igen, tisztában vagyok az egészségügy problémájával. Emiatt emeltem meg a miniszterek és az én fizetésemet is. Kezdésnek ez tök jó, nem? Ebben a teremben mind meghaltak, vagy mindjárt meghalnak. Aha, de gondolom a Covid miatt, nem? Nem, azért, mert nincsen dolgozó. Nem, most éppen megy a felvétel, szóval maga azt fogja mondani, hogy a Covid miatt van ez, vagy elköszönhet az állásától. Jó, a Covid miatt rossz az egészség. Nem azért, mert eleve szar az egészség. Nem, de hogy is tök jó az egészség. Igen, nem, szerintem a legjobb a világon. A kedves szavazói már biztosan ismernek annyira, hogy tudják, hogy a magyar családokért ölni lennék képes, ezért is vezettük be a rezsicsökkentést. A mai napig látogatok családokat és érdeklődik a hogylétükről. Nem mertük használni a gázt! Pedig úgy festünk volna valami! Lehetőleg ezt vegyük újra és a gáz maradjon ki. Ha, csak nem vágja be a fiatal ember! Aranyos gyerekek! Ha még egyszer hozzám érsz, letépem az arcodat, te gyász! Hát én most fogom leülni ezt a 6 évet a fiatal korúak börtönében. Miért? Mit csináltad? Hát nem szívesen mondanám. Nyugodtan megmondhatod, nem lesz gond. Úgy hagytam a villanyt a fürdőbe 2 órára. Hú, bazd meg! Ha fiam lenné, szétcsaptalak volna. A bácsi mivel foglalkozik? Hát én azzal foglalkozom, hogy valaki nagy nehezen megkeresi a vagyonát, igen, például ezt a nyuszit, én meg jövök és úgy elveszem. Kiváló politikus leszel, barátom. Napjaim szerves részét képezi, hogy összeülünk a kollégákkal megbeszélni az ország dolgait. Csak akkor működtethetünk sikeres gazdaságot, ha a legjobbakkal dolgozom együtt. Üdvözöllek benneteket, kedves kollégák! Gyönyörű nap a mai. Keresünk egy kis pénzt. Basszunk ki a katásokkal. Csak vicceltem. Nem fasság, úgyis utálom a foodpandás kajákat. Gondoljatok arra, hogy több nyalókátok lesz. Több nyalóka? Kurva sok nyalóka. Mi legyen a rezsicsökkentéssel? Valamit ki kell találnunk rá, mert úgy kibasztunk magunkkal, mint a szar. Ez így nem mehet tovább, gyerekek. Orbán bácsi! Mi van? Éhes vagyok! Majd zabáltok, ha megoldottuk ezt. Szóval ti azt mondjátok, hogy csináljuk azt, amivel kampányoltunk az ellenzék ellen. Töröljük a rezsicsökkentést a nevét meghagyva dísznek, a szavazóink meg úgyse utálnak meg minket, mert mi vagyunk a Fidesz. Zseniális, bazd meg! Most pedig nyaljunk el egy fagyit, mert ilyen ügyes gyerekek voltatok. Köszönöm, hogy velem tartottak, kedves szavazóim és leendő szavazóim. Dobjanak egy lájkot és iratkozzanak fel.